A lehet más a politika is összegyűjtötte az európai parlamenti választáson való induláshoz szükséges 20 ezer aláírást. A párt listavezetői egy órával a határidő előtt személyesen vitték el az ajánlásokat a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A párt listáját Meszerics Tamás vezeti, őt követi Csiba Katalin és Heltai László. Az LMP-nek egyébként jó esetben egy mandátumra van esélye. Siffer András azonban azt sem tartja kizártnak, hogy az LMP akár két képviselőt is tud delegálni majd az EP-be. Vendégünk a témában Csiba Katalin, az LMP képviselője. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Siffer András társelnök azt mondta, hogy eurokritikus kampányt fognak folytatni. Ez mit jelent akkor most önök? Unió barátok vagy szkeptikusak? Mit ígérnek a választóknak? Nagyon hiányzik Magyarországról az a diskurzus, ami arról szól, hogy az Európai Uniót hogyan lehetne jobbá tenni, hogyan lehetne valóban javítani azokon az intézkedéseken, azokon az intézményi problémákon, ami 2008 óta, mióta a válság, hát igen komoly problémákat hozott felszínre az Európai Unió szerkezetén belül, a gazdasági együttműködésen belül, hogy ezeken hogyan lehetne valóban javítani. Ez a diskurzus hiányzik Magyarországról, és meddig hiányzott Magyarországról egy olyan politikai erő is, ami komolyan gondolja azt, hogy javítani kell az Európai Uniónak a döntésein, az Európai Uniónak a szerkezetén. Viszont önök például ilyen politikai erőként, mert gondolom, hogy saját magukat is érti ez alatt a mondat alatt, mennyire tudnak majd hatásosan fellépni? Ugye 21 mandátumról beszélünk hazánk esetében, ebből önök azt mondják, hogy kettő a reális, elemzők egyet adnának önöknek. Mire lesz ez elég? Mi arra számítunk, illetve arra kérjük a választókat, hogy azok, akik szavaztak ránk 6-án és bizalmat adtak nekünk, mert szimpatikus volt az a makacs, független, nagyon határozott politika, amit csináltunk, ők jöjjenek el és válasszanak és szavazzanak még egyszer, illetve az is a kampányunknak a része, hogy azok, akik nem az LMP-re szavaztak, adott esetben taktikai okokból, vagy azért, mert a kormányzás kérdéséről szavaztak ebben az országgyűlési választásban, de mondjuk egy Európai Uniós választáson más megfontolásokat tudnak figyelembe venni, ők figyeljék végig a kampányt, és hallgassák, hogy milyen üzenetekkel jelentkezünk, és abban bízunk, hogyha azok, akik szavaztak ránk, eljönnek újra voksolni, akkor adott esetben még egy csillagállás együtt, egy szerencsés csillag együttállás esetén még két mandátumunk is lehet, de egy mandátumban nagyon bízunk. Egy mandátumban nagyon bíznak, viszont maga Siffer András volt az, aki az országgyűlési választásokat követően úgy fogalmazott őt idézve, hogy éppen csak átjutottak a tű fokán. Most ennek tükrében mire számítanak? Mert hogy az emberek valamilyen szinten azért igénylik a zöld politikát, ezzel be is bizonyították azáltal, hogy önöket bejutatták a parlamentbe, viszont például az önök programja mennyire találja meg az embereket? Ugye itt országgyűlési választásoknál ugye ott volt egy olyan kiélezett belpolitikai helyzet, ahol egyetlen üzenet alapján választottak az emberek. Igen vagy nem, egyik vagy másik, kormányváltás vagy nem kormányváltás, ez volt az egyetlen érdemi üzenet, ami keretezte azt a kampányt. Jelenleg én azt remélem, hogy inkább egy olyan típusú kampányt fogunk tudni folytatni, ahol tartalmi kérdésekről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Az egy Magyarország számára egy kulcskérdés, hogy minden Európai Uniós frakcióba, parlamenti frakcióba küldjön magyar képviselőt. Ugyanis a frakciók, ugyanott nincsen olyan szigorú frakció szabály és kötelező szavazási rend, mint mondjuk egy esetleg egy nemzeti parlamentben, könnyebben lehet kiszavazni, de mégis a frakciók azért összefogva, egységesen, egységes szakpolitikai állásfoglalások mentén döntenek, és Magyarországnak érdeke az, hogy minden egyes frakcióban legyen minél nagyobb képviselete, ez minél arányosabban legyen elosztva, mert akkor tudjuk a perifériáról az érdekeinket a legjobban képviselni. Az európai parlamenti választásoknak mindezen túl mi a tétje az önök számára, az önök szempontjából? Az LMP és általában a zöld pártok egyébként azonnan származik, onnan ered, hogy környezetvédelmi zöld témákat eredetileg még 20 évvel ezelőtt nemzeti keretek között nem lehetett megoldani, és azért már eleve akkor is egy nemzetközi keretrendszerben gondolkodtak a zöld mozgalmak, a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó politikai erők. Tehát az LMP-nek egyszerűen történelmileg is nagyon fontos az európai terep és az európai politizálás, de egyébként a Lisszaboni szerződés óta az Európai Parlamentnek a hatásköre az nagy mértékben bővült. Például van vétójoga bizonyos bizottsági kezdeményezések esetén, és azt gondolom, hogy ezeket nagyon komolyan ki kell használni. Amikor mondjuk a bizottság például most az európai és az amerikai Egyesült Államok között kötendő szabadkereskedelmi megállapodás esetén, én azt gondolom, hogy nem kellően óvatos
sajátos, viszont zárt ajtók mögött tárgyal nagyon sok kérdést, akkor igenis a parlamentnek kell kinyitni azokat a kérdéseket, hogy milyen hatásköröket akar például átengedni az Európai Unió független bíróságoknak például. Az imént azt mondta, hogy az LMP megtalálja a szavazóit, a voksolóit, viszont gondolom, hogy ezen belül is azért önök kategorizálnak és felállítanak csoportokat, akiket képviselnek, vagy a jövőben még jobban kívánnak képviselni. Melyek lennének ezek? Mi nagyon komolyan vesszük azt, hogy a fiataloknak a hangját be kell vinni az Unióba, hiszen látjuk, hogy milyen munkanélküliség van. Magyarország nem a legrosszabb helyzetben lévő ország az Unióba, de középmezőnyben vagyunk. A 25 éven alattiaknak az egyharmada munkanélkül van jelenleg. Ez Görögországban kritikus méreteket öltött, ugye ott is egy perifériás országról beszélünk, 50%-os, és borzasztó társadalmi feszültséget és krízist hoz, és ez uniós szinten például kezelhető, megoldható probléma. Itt a zöldeknek egyébként volt egy nagyon jó kezdeményezése és javaslata, az ifjúsági garancia program, ami már elfogadásra került, azonban a hazai bevezetése még várat magára, tehát ezt a programot szeretnénk például tovább követni. Jobb vagy több Európára van szükség, mert hogy itt az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján nagyon sokan nem tudták egyértelművé tenni, hogy önök mire is gondolnak. Mi egészen biztosak vagyunk abban, hogy jobb Európára van szükség. Az látszik, főleg a 2008-as válság óta, hogy az Európai Uniónak a jelenlegi stádiuma az nem alkalmas arra, hogy a magországokat, illetve a perifériát, most értem ez alatt itt a keleti perifériát és a délit is, egyszerűen azonos életszínvonalra hozza. Azt valószínűleg be kell láttatnunk majd az ottani magországbeli kollégákkal is, hogy a felzárkóztatási pályák azért eléggé döcögtek, hanem éppen megbuktak, és ezeket újra kell gondolni, ezeket teljesen újra kell kalibrálni, és újra kell kezdeni. Itt most, hogyha az európai parlamenti választásokra gondolunk, akkor például az irányelvben a zöld politikát illetően szükség van-e radikális változásra, akár az unión belül, akár a parlamenten belül, hogy látják? Az Európai Unió a zöld politikában azt gondolom, hogy vezető szerepet játszik jelenleg a globális térképen is, csak nem elég erős. Úgyhogy ezt kell jobban kiviteleznünk a következő időszakban, ami ilyen szempontból egy tét és a kampányunknak az első üzenete ebben az egy hónapos időszakban, azért pont a klímapolitikára vonatkozott, ugyanis 2015-ben lesz az a tárgyalás Párizsban, ami a 2009-ben megrekedt globális klímatárgyalásoknak egy újabb fordulópontja lesz, és az van az asztalon, az a tétje ennek a tárgyalásnak, hogy képesek vagyunk-e a kiotói egyezményt megújítani egy új megállapodással, ami ugye az országok közötti egységes, ütemezett, tervezett kibocsátás csökkentést szabályozza. Ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk újítani, különben nagy valószínűséggel a klímaváltozás elszabadul. Ön azt mondta, és már csak ez az egy kérdés maradt itt a beszélgetés végére, hogy erőteljesen akarnak fellépni, viszont az ajánlásaikat az utolsó pillanatban adták le, ez azt jelenti, hogy nehezen gyűlt össze, vagy csak tartogatták őket? Mi volt az oka ennek? Húsvét előtt már megvolt a szükséges számú ajánlás, azonban ugye húsvétkor nem tudtuk leadni, mert nem volt munkanap, illetve hát azt tapasztaltuk, hogy húsvétkor is érkeztek olyan megkeresések aktivistáinkhoz, hogy még szeretnének ajánlást adni, ezért a hétfői napot még mindenképpen rászántuk arra, hogy kint legyünk az utcán és meg találkozzunk a választókkal, hiszen számunkra ez a kampány az arról is szól, hogy az önkormányzati kampányra készfogásokat, ismerettségeket kössünk azokkal, akik később részt szeretnének venni a politikánkban. Csiba Katalin, köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük.